Na sziasztok gyerekek, üdvözlök mindenkit, ez nem más, mint a következő FNAF. Ez nem más, mint még egy Sonic EX is. Csak annyi, hogy ez a Brodónak a verziója lesz. Lényegében az alap három pályát fogom nektek csak megcsinálni, de meglátjátok, hogy miért. Ezek azok, amiket mondtam régebbi videókban, hogy vannak ilyen lyric videók, amiben ilyen éneklést adnak, szinkront adnak a karaktereknek. Na és ez pont ugyanez lesz. Láthatjátok, hogy ezt meg tudtam csinálni. Hát ezt nem bírtam, majd botplay-jel megcsinálom nektek. De amit tudok, azt megcsinálok. Úgyhogy mindjárt meg is mutatom nektek, miről van szó. Ez az 4 kell, úgyhogy ezen a fokozaton fogjuk csinálni. Van egy-két átvezető animáció, de nem várok sokat tőle. Ez azért mondom, hogy igaz, nem a 3.0 verziós, annyira az engem nem érdekel, ez jobban izgat. És ezt szívesebben bemutatom nektek. És ez a Brodónak a verziója, majd meglátjátok. Na nem felejtem, akkor majd a videó leírásába belerakom a linket. Idáig már meglátjátok, hogy miről beszélek úgyis. Amúgy sem, legalább most már tudjátok, hogy mire gondolok, ha valaki esetleg nem tudta volna. Na látjátok? Rendes szinkronja van. És ez fönn van YouTube-on. És nem csak Sonic-nak, hanem a karakterünknek is. Látjátok? És ez sokkal érdekesebb, mint az alap. De tudjátok, mi az érdekes? Hogy nem idei zenébe készült meg a szinkron. De az a vicc, hogy már szinte az összes erő készült, de viszont a játékban nem mindéket rakták bele. Igazából sokat. Ami furcsa. És az a vicc, hogy 100%-ot kaptam erre az izére. Pedig emlékszem, hogy még a sima Sonicban nem bírtam megcsinálni hardon a videóban nektek. Azért sokkal jobb így, nem? Majd mindjárt... Ajaj. Oké, semmi baj. Na, tehát akkor angol szinkronja van. Nem bebappolás, szinkron. És erről beszéltem, hogy ezeket hallgattam egy jó ideig. És ez még csak az első. A Triple Fable-be is lesz. Úgyhogy lesz érdekesség. Úgyhogy majd izgalmas buli lesz ez. És ideig az képest jól megy. Csak hallgassátok. Inkább ez a lényege. Ha jól tudom, azt hiszem a Brodó csinált legelőségek a Sonicnek a szinkronot. Utána pedig jöttek maguktól is a youtuberek. Ha jól tudom. Ez csak jobb, nem? Ez az. Jó, tehát az izé ez ugyanaz. Ez az. Az képest. Kurva jó. És nem tudom, itt milyen százalék arány van, de itt azt írja 100%. A játék tudja, you can't run, ez is volt szinkron. Majd megmondom, hogy melyikhez nincs. Szerintem a legtöbbhöz. Aztán nézegettem. Jön a you can't run. Ebbe is tesz szinkron. Ha jól tudom, az előző, meg ez készítettek úgynevezett remaster. Nem sokban különbözik ez a verzió, de az előző annál inkább. Látjátok, egész jól megcsinálta a készítő. Természetesen aki kitalálta az zenét, az is. Brodó bácsi.
amiben rájöttem azt, hogy mikor kezd csökkenni az életerőnk, amikor vannak ezek a halvány illak. És ha azt lenyomod, mint például most, akkor kell majd csak csökkenni az életerő. Na most például egyet lenyomtam. Azt nem tudom, hogy meddig csökken. De azt tudom, hogyha minél többet lenyomtak, annál jobban fog csökkenni. És az a vicc, ezt elsőre meg tudtam csinálni. A szerencsém van most is. És ahogy láthatjátok azért, hogyha valaki tud valamennyi angolul, az tudja, hogy ez még rímel is. A Brodo mindig is arról volt híres, hogy azért tudott rímelős dolgokat kitalálni, meg minőségit. Nem ő hülyeskedi el. Érzi a ritmust. A következőt az botplayer fogom megcsinálni. Ez az idáig jó? Amelyik ezt kitalálta ezt a modot, az nagyon jót tett. Úgy vettem észre, hogy ez könnyebb ez a verzió, hogy nem tudom. Végülis ez is csak egy mod. Ha belegondoltak. De én ezt a modot jobban bírom, mint az alapot. De én nem rossz ahhoz képest. Megpróbálom figyelni, hogy mit mond, de viszont egyben magyarázni és arra figyelni nem egyszerű. Biztos 28 missem van, de 100%-os, úgyhogy szerintem valamit elnézett a készítő, de annyi baj legyen. Mivel én ezzel nem fogok szórakozni, úgyhogy... És itt egyed is a játék, úgyhogy csak tessék. Na nézzük. Triple Trouble. Nem tudjátok, hogy itt is énekel. Ha jól tudom, azt hiszem ez a legnépszerűbb videója neki. Francsa tudja már. Kaptunk egy jó kis jumpscare-t. Ja és igen, nincsenek itt a gyűrűk, ami már azért egy kicsit változatos. Megmondom ezt egyszer a zenére is figyelni, meg játszani, azért ez kicsit érdekes. Idáig eljutottam, nem arról volt, ha a Knuckles-ös nem tudtam egyszerűen tovább jutni, gyerekek. Mondom, hogy engem kurvára felbaszott idegileg. Nem akarom húzni senkinek az idejét. Mert jó, az ennyi meccse. Úgyhogy csak így, most jelenleg. Így. Van rá kapacitásom. Meg energiám. Még körülbelül van 8 perces zene ez. Nem semmi munka lehetett ezzel amúgy. De úgyhogy még rímegyen is, meg hogy a gyilakra így legyen kitartva meg beszéd. Ilyen ritmusra azért. Nem kis munka lehetett ezzel. Jó, még a szinkronokat elkészíteni az egy dolog, de hogy a szöveg szerintem az a legnehezebb. Na, itt van a főkolompos. Úgy tudom, ez a kedvenc részük mindenkinek a YouTube-on. Mert most erről vannak ilyen külön videók. Várjátok, a rendes szövegje van, meg szinkronja. Lehet, hogy annyira nem halljátok, de... Hát úgyis YouTube-on kezd megnézni. Igen. Tehát egy kicsit könnyebb dolgom volt, amikor... Hogy nem kellett még külön a gyűrűkre is figyelnem.
Majdnem tudtam csak megcsinálni. De nem sikerült. Úgyhogy... A Jartam 3.0 verzióban van némi változás, de nem kötött le a figyelmemet. Sajnos vagy nem sajnos. És akkor természetesen nem tervezek videót csinálni. Elég érdekesennek tartottam ezt. Ha jól tudom. Sőt, biztos is. Jó, most meghallgattam ezt. És ebből van egy spanyol verzió is, ami az képest kur, az is nagyon jól van megcsinálva. Mert érzem rajta az, hogy rímel. Még ha nem is tudok spanyol, de érzem rajta. Azért nézzétek meg ezt így lenyomkodni, hogy ki kell kikerülni azokat a nyilakat is. Ha még az izé jobb oldalon lennék, akkor még azt mondanám, oké, de bal oldalon... Nem jó. Ami egy kicsit szemétség. Jó, én értem, hogy változatos, de... Hogyha ideig jobb oldalon vagyunk, csak akkor... Még kártak minket a bal oldalra. Mindegy. Igen, itt igen, megjelent meg Sonic. Tehát mondjátok azt, hogy nem zseniális. Azt hiszem csak ezt a hármat fogom nektek csak. Többit szerintem fölösleges. Mert hogy most nem mindegyikben van benne a szink, hogy kicsit fölösleges bemutatni mindet. Hogy ez az alap három zene, ennek van úgy körülbelül értelme. Vagyis én így fogom föl. Engnek a hangja csodálatos lett, én úgy gondolom. És az még izé, milyen jó rímel, amúgy. Á, jó ez, nem? Nekem kurvára tetszik amúgy. De inkább érdemesebb a zenére figyelni. De most tényleg, hogy nem tudom, hogy... Vagy ott van olyan fajta zenék, amelyik YouTube-on, hogy csak az itt a maga az a háttérzene van benne, és a hangokat ki vannak véve, és akkor pedig abból lehet egy izét sajátot csinálni. Akár szek, akár én próbáltam a sima szonikosat. Hát mondom csak, hogy nem jött össze, mert nem tudtam mert olyan szöget kitalálni, ami rímel. Most vagy ez lesz abból, hogy hanyagol, hogy még, na, vagy ez lesz, hogy nem csinálok abból semmit, vagy ilyen mindenféle hülyeségt belerakok. Ami eszembe jut. Körülbelül nem is rímel, csak úgy szórakozásból. Ja. Kurva jó. Az egy kábetű izé a hasába? Bele vésve. Kicsit olyan, mint egy kábetű. Nem tudom, csak úgy feltűnt. De akkor én nem tudok mit mondani már erre, mert nagyon jó.
Ami milyen durva volna az, hogy izé, ilyen jumpscare-esnyilag, de úgyhogy leghosszal kell őket lenyomni, meg ilyenek. Azért itt már figyelni, ez nagyon szopás. Jaj, de van! Jaj, van szó. Én esküszöm, nem nyomtam semmit. Úgy döntött, hogy a játék az kiakadt. Wow. Na remélem, értitek a lényeget. Hát ez kész ez a videó. Hát ez kész volt a videó. Esküszöm, és hát én ezt nem bírom. Jaj, ne pornózik előttem!